Zárt körben vehették át okleveleiket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakgimnáziumának végzős hallgatói augusztus 4-én a beregszászi római katolikus templomban. Idén 76 diák kapott diplomát. Közülük hárman kitüntetéses oklevélben részesültek. Ez egy nagyon rendhagyó oklevél átadó ünnepség volt, viszont nagyon hálásak vagyunk érte, hogy eljött ez a nap is, és átadhattuk a 76 diáknak az okleveleket, amiért nagyon megdolgoztak, hiszen az első fél évünket azt sikeresen teljesítették az intézményben, a második fél évből viszont csak egy hónapot tölthettünk ott, és a maradék 4 hónapot virtuálisan, vagy úgymond digitális oktatásban csinálták végig, és nagyon hiányoztak azok a találkozások, azok az órák, amikor a szemkontaktussal is tudtuk egymás felé igazolni, hogy mennyire is tudják elsajátítani a tananyagot. Viszont a mai nap egy nagyon felemelő volt, és úgy gondolom, hogy szívünk teljes hálájával tartozunk az Úrnak is, hogy találkozhattunk, átadhattuk, és tényleg megdolgoztak érte a diákjaink. Rendhagyó tanév volt, rendkívüli tanév volt. Hirtelen kellett váltanunk, a megszokott helyzetből, a megszokott oktatási módszereket változtatnunk kellett, az eltervezett rendezvényeken, az eltervezett órák, előadások tartalmát is meg kellett változtatnunk, mert teljesen másképp történik az oktatás, amikor egy osztályteremben személyesen tudjuk megtartani, vagy csak virtuálisan. Nagyon nehéz volt, nagyon nehéz időszakon vagyunk túl. Az első időkben is nagyon nehezen viselték a diákjaink azt, hogy be vannak zárva, és mivel komolyan vettük az oktatást és az oktatás szervezési részét is, nálunk reggel 8-tól délután 3-ig be voltak osztva az órák, ezért komoly kihívás volt a diákok számára is egész nap bent ülni a számítógép előtt, és végigülni, végigcsinálni, végigtanulni ezt a 3-4 hónapot. És gondolom, hogy ugyanolyan nehéz és ugyanolyan kihívás volt a tanárok számára is, hiszen 3-szor annyi munkával kellett felkészülni egy ilyen előadásra, 3-szor annyi munkát vett igénybe, amíg kijavították azt a 25 dolgozatot, amíg végigolvastak minden olyan beadandót, minden olyan feladatot, amit eddig az óra keretein belül meg tudtak oldani pillanatok alatt. Úgyhogy hát büszke vagyok a diákjainkra is, és a tanárainkra is, hogy ezt végig tudtuk csinálni, és úgy tudtuk végig csinálni, hogy megkapták az oklevelüket. Mindenki sikeresen teljesítette az államvizsgákat, nagyon jó évfolyam munkák születtek, nagyon jó az alkalmazott matematika szakosok, nagyon értékes projekteket dolgoztak ki, amiket a későbbiekben fejleszteni lehet majd, és használhatunk az intézményünkben is. Úgyhogy minden nehézség ellenére azt mondhatom, hogy eredményes tanév volt így is. Még a koronavírus sem tudta megállítani azokat, akik elszántan tanulnak, és elszántan meg akarták valósítani az álmot.